Na hát nézzünk meg néhány egyszerű függvényt, például itt van az összeg függvény, mely összeadja az argumentumokban megadott cellák értékeit. Az elnevezése, a függvény elnevezése az a sum, és figyeljetek rá, hogy a magyar Excelben S betűvel írjuk, mint ahogy egyébként figyelni kell rá, hogy a magyar Excelben az összes függvénynév a magyar helyesírásnak megfelelően fog megjelenni, tehát mondjuk a megbízhatóság függvény, az tényleg hosszú ível, hosszú óval, ával fog megjelenni. A szum függvényben, hogyha az A1, A2, A3, A4 értékét szeretném összeadni, akkor azt hivatkozhatom ugye az A1, 2. A4-gyel is, és hivatkozhatom úgy is, hogy külön argumentumokban megadom az összes cellát, tehát A1 pontos vesző, A2 pontos vesző, A3 pontos vesző, A4. Azokat a cellákat, mely nem számot tartalmaznak, hanem mondjuk üresek, vagy betűket tartalmaznak, azoknak az értékét gyakorlatilag kihagyja, nullának tekinti. Tehát, hogyha összeadást végeztek egy csomó cellán, amiben csupa-csupa betű van, akkor annak az összege nullaként fog megjelenni. Erre azért is kell figyelni, mert hogyha mondjuk van egy csoportod, amin belül az összes érték hiányzik, és te szeretnéd összeadni a csoporton belül az emberek értékét, akkor ki fogja neked számolni a nullát, és ilyenkor el kell döntened, hogy tényleg arról van szó, hogy mindenkinek nulla volt az értéke, és ezért az összeg az nulla, vagy esetleg arról van szó, hogy mindenkinek hiányzott az értéke, és ezért nulla az érték. Tehát például a szummánál érdemes figyelni arra, hogy azon a területen belül, ahol te az összeadást végezni akarod, azon belül ezek a nem szám adatok, mint az üresmezők, vagy a betűk, vagy ilyesmik, azok hogyan jelennek meg, vannak-e, vagy csak tisztán számadatokat tartalmazod az adatbázisod. Na hát egy másik nagyon egyszerű függvény az az átlag függvény. Átlagolja az argumentumokban megadott celláknak az értékét. A függvény elnevezése átlag, azokat a cellákat, melyeket nem számot tartalmaznak, kihagyja. Tehát, hogyha van egy terület, ahol átlagolni szeretnél, és abban vannak betűk, vagy üres karakterek, vagy üres cellák, akkor azokat úgy tekinti, mintha nem lennének benne az átlagolandó területben. Ez azt is jelenti, hogyha csupa olyan cellára hivatkozol, amiben egyikben sincsen számadat, akkor a végén zéróosztó hibaüzenetet fogsz kapni, hiszen valójában nem lesz olyan cella, ahol az átlagolást elvégezhetnénk, és ugye az átlagolás az az összegek, vagy az értékek összeadása, és utána az összeadott értékek számával való osztás, de ha nincs olyan érték, amin az átlagolást végezhetném, akkor ez a összeadandó értékek száma az nulla lesz, és nullával osztva zéró osztó hiba üzenetet fogtok kapni.